Ismertette feladatköreit Makkai Gergely, Marosvásárhely frissen megválasztott RMDSZ-es alpolgármestere. Az egykori parlamenti képviselő úgy véli, az elődeinél több és fajsúlyosabb feladatkört kapott. Marosvásárhelynek egy évig nem volt egyetlen alpolgármestere sem. Egy hónapja kettőt is választott a városi tanács, Sergiu Papukot a PCD színeiben, és Makkai Gergely RMDSZ-es tanácsost. Utóbbi azt mondja, olyan feladatköröket kapott, amelyek ellátásában eddigi tapasztalatai segíteni fogják. Általában mélyen érintik a társadalmat. És itt a szociális gondokra reflektálnék, a kulturális, ugye mert a kultúra az egyébként a nemzet megmaradásának ugye az egyik eszköze, a szociális problémáknak, az elesetteknek, a rászorulóknak a megsegítése, a szegény rétegnek a megsegítése, és ez szintén komoly gond. A szociális szolgáltatások mellett az RMDSZ-es alpolgármester alárendeltségébe fog tartozni az adóhivatal, de hatásköre lesz a helyi katasztrófavédelem és a hulladékkezelés is. A marosvásárhelyi RMDSZ hatékony munkát vár az új alpolgármesterétől, akinek a munkáját támogatni fogják. Néhány napja kaptuk meg ezt az anyagot, amin dolgozni fog az RMDSZ munkacsoportja, hogy meglássuk, feltérképezzük azokat a hatásköröket, amiket átruházott a polgármester az alpolgármesternek. Megnézzük, hogy azokon a területeken fellátározzuk a helyzeteket, és megpróbálunk minden egyes esetben valamilyen projekttel előállni, valamilyen kezdeményezéssel. Az ügyvezető alelnök hozzátette, a városi frakció kezdeményezőbb lesz a jövőben, ugyanakkor nem céljuk a konfliktus helyzetek fenntartása. Békés, hatékony munkát szeretnének.